Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Újból itt, újból Vas Jani a vendégem, és újból Diary of Alex. Készültem egy ilyen kis challenge-el, amit láthatjátok, van nálam papír, ceruza. A múltkori videóban megmutattad, megvillantottad magadat, tényleg számodra nincs lehetetlen. Most én így lerajzolok valamit, és ja, te abból kiválasztasz egyet, és megcsinálod nekem így kávé formájában. Mit szólsz? Jó, benne vagy. Benne vagy? Vágjunk is bele akkor. Na, akkor gyertek ide a kamerával. Akkor lesz itt, rajzolok neked három verziót, jó? Ezek közül melyiket tudnád megcsinálni nekem? Mind a hármat, hogyha akarod, de... Mind a hármat? Inkább a autót. Jó, akkor kezdjük egy autóval, és ha jut időnk, akkor megcsinálod nekem még ezt a virágot is, meg a napocskát is, jó? Rendben. Oké, akkor átadom a stafétabotot, és akkor mostantól tényleg te vagy a mester. És várjuk, hogy mit hozol ki magadból. Hú, ez a hab, ez nagyon jól sikerült szerintem. Most autót csinálunk. Na, erre kíváncsi vagyok. Ez minden, csak nem autó egyenlőre. De már jön meg a formája, tényleg. Kicsit lehet rosszul rajzoltam le. Vagy mit szólsz? Szerintem rendben van. Rendben? Ez kormány is? Hát azt utána lehet rajzolni. Értem. De szerintem ez kb. Olyan. Aha, tényleg hasonlít rá. És akkor azt mondtad, hogy meg tudnád csinálni itt a napocskát is, meg azt a virágot is. Jó van, rendben van. Időnk, mint a tenger. Szerintem azt a virágot még kicsit valamivel megbolondítjuk. Ja, akkor... Ne legyen túl egyszerű. Hát most lenyűgöztél, Jani. Kész a virág. És akkor még a napocskát is megpróbálod? Megpróbálhatjuk, persze. Na hát akkor most a zsűri értékel, és hát Jani, tényleg ismét bebizonyítottad, hogy számodra nincs lehetetlen, úgyhogy tényleg le a kalappal. Köszönöm. Ez a napocska, ez még jobb lett, mint amit én a saját kezemmel rajzoltam. Ez a virág, ez egy mondhatni, egy lóherét rajzoltam, és tényleg, nem jutok, tényleg nem találok szavakat, tényleg szuper. Hú, tényleg nem találok szavakat. Jani, van még valami, amivel tényleg le tudnál még minket nyűgözni? Persze. Például be tudom mutatni nektek a színes lateartot. Aha. Hogy hogyan készülnek a színes kávék, piros cappuccino, vagy esetleg ilyen szivárvány színű kávék, amik a interneten elég híresek, és még esetleg megpróbálhatunk kiönteni egy unikornist, vagy bármit. Amint hallottátok, van még pár meglepetés Jani tarsójában, szóval ha kíváncsiak vagytok, hogyan készülnek a színes kávék, és ha minél többet szeretnétek megtudni a latte artról, akkor ne hagyjátok ki a következő adás sem. Az imént Diary of Alex kalandjainak egyik videóját láttad. Amennyiben tetszett a tartalom és nem szeretnél lemaradni a következő élménybeszámolókról, a legjobb, ha még most feliratkozol a csatornámra, valamint bekövetsz Instagramon és az alul látható linkeken. Ha bármilyen észrevételed vagy kérdésed akadna, nyugodtan fordulj hozzám, írj üzenetet vagy kommentáld a videót. Köszönjük, itt voltál ezen, elbúcsúzom, üdv Alex!